Arany János korában a család még olyan egyértelmű része volt az életnek, mint a levegővétel. Ma mindenki a telefonját nyomkodja, a híreket olvassa, vagy a programját szervezi. Családi kör 2019. Kép is, hogy sokan felvetik azt a kérdést, hogy nem túl idillie. Én történelmből fakultálok idén, és ugye tanultunk a jobbágyságról, a parasztság helyzetéről, és felmerült bennem az a kérdés, hogy azért tényleg ennyire szép volt akkor így élni, vagy abban a szituációban élni, tényleg minden nap ilyen volt, hogy ez csak egy kiragadott kép, és egyébként a mindennapos terhek azért ennél egy sokkal árnyaltabb képet mutatnának, hogyha azt is megírta volna esetleg Arany egy versben. Minden nap élet szerintem ugyanolyan millió nehézségből állt, mint a mai, de én azt gondolom, hogy vannak szent pillanatok, hogyha szabad ilyet mondanom, és ugye az ember ezeket emeli ki. Én azt gondolom, hogy a mai család életünkben is ezt kellene megélni. Uh-huh. Ezek a rituálék, egy-egy olyan hangulat, egy-egy olyan mozzanat, ami akár egész életünkre végigkísér bennünket, de ehhez együtt kéne lenni a családnak. Uh-huh. Ugye itt is az történik, hogy úgymond az utolsó hiányzó elem az apa is csatlakozik, és kör lesz belőle, és akkor kialakul valamilyen védett hangulat. Uh-huh. Hozzáteszem, hogy a tudomány ezt teljesen egyértelműen leírja, hogy a család a legvédettebb emberi közösség. Említette az apát, és az van a kérdésem, hogy ezt rengetegen leírták már, hogy nagyon apaközpontú a családi kör, és az merült fel bennem, hogy egyáltalán 2019-ben föltehetjük-e azt a kérdést, hogy egy férfi lehet-e még bárminek is a középpontjában? Hát nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy egy férfi ma például egy család központjában lehet, és ez a ritkább. És nagyon hiányoznak a férfiak és az apák a családból. Ugyanakkor azt gondolom, hogy régebben is például egy parasztgazdaságban a nőknek nagyon-nagyon komoly szerepe mm-hmm. volt. Tehát, ha csak arra gondolunk, hogy ha mondjuk valamilyen oknál fogva egy anya kiesett a rendszerből, mondjuk nehogy Isten meghalt, akkor bizony ott rövid időn belül általában újraházasodtak, mm-hmm. mert fenntarthatatlan volt a rend. A következő, ami felmerült bennem, az a nyúl kérdés volt. Ugye, amikor hazaér az apuka a versben, akkor ugye ott van a tarisznyája, és akkor keresik benne, hogy esetleg egy kenyér, és ugye ott a nyúl, és az egész család megörül, és Arany még le is írja, hogy hát azon az éjszakán nem fognak aludni a gyermekek, és az jutott eszembe, hogy most ezekben az években ahhoz, hogy apa ilyen boldoggá tegye a gyermekeit, az brutális mennyiségű pénzeket kell fizetni ajándékért, gondolok itt mondjuk egy konzolra, vagy egy iPhone-ra, vagy hasonlókra. Ennyire ajándékorientáltak lettünk, vagy pedig egész egyszerűen már egy nyúl nem tudja lázba hozni a nem is tudom, Y-generáció fiataljai. Hát igen, azt gondolom, ahány ház annyi szokás, de érteni vélem a kérdést. Én személyesen azt gondolom, hogy ez egy nagyon rossz irány. Tehát ez az elanyagiasodó emberi kapcsolat. Annyi pozitívumot hagy mondjak, ugye, hogy nekem kis lányaim vannak, a nagyobbik 8 éves, és én nekem ez egy állandó örömforrás, valami apróságot hazaviszek neki. Tehát ez lehet egy darab csoki, vagy a kávézóban kapott keksz. A kislányom tiszta örömmel örül neki. Tehát én azt gondolom, hogy a gyerekekben ma is ott van ez az igény. Azt tudom, saját tapasztalatomból és másoktól is, hogyha egy apa a gyerekével mély érzelmi kapcsolatot alakít ki, tehát ő nem csak egy vasárnapi apa vagy este hazaesem, akkor ez a fajta ajándékozás is sokkal jobban működik. Udvaron fehérlik szőre egy tehénnek. A gazdasszony éppen az imént fejé meg. Csendesen kérődzik, igen, jámborfajta, pedig éhes borja nagyokat töf rajta. Ballag egy cica is, bogarázni restel. Óvakodva lépked, hosszan elnyúlt testtel. Meg-megáll, körül néz, most kapja hirtelen egy iramodással a bitvarba terem. Amikor újraolvastam a családi kört, akkor megfogott az a hihetetlen idilli kép, ami az egész falusi tanyán és a családon uralkodik. Önnek mi volt az első benyomása, amikor olvasta, illetve újraolvasta a verset? Általában azt szoktam mondani, hogy
A költészetben nem beszéltünk arról, hogy realizmus, tehát mert nem az a feladata, hogy a társadalomról széles tablót mutasson be, hanem sokkal inkább lelki dolgokról, és a lelki dolgok bemutatásához olyan váratlan vágások vannak, például Arany Jánosnál is, hogy azt nem lehet egyszerűen realizmusnak nevezni, hanem sokszor szürreális, vagy abszurd, vagy groteszk elemek vannak benne, de pont a Családi kör az egy olyan szöveg, ami ugye épp az 50-es években valahogy helyreállította a lelki egyensúlyát valamelyest Arany, azt hiszem, hogy ebben szerepet játszott ez a vers, hogy itt minden olyan idilli, ironikus hozzáállás azt mondaná, hogy olyan idilli, amilyen sose lehet az élet, de nem igaz, mert egyrészt lehet az élet idilli, az ugyanúgy nem hazugság, amikor épp idillt élünk át, mint ahogy az sem hazugság sajnos, mikor baj van. Egyébként itt azért itt van a baj a háttérben, tehát a levert szabadságharc, és ugye jön a Béna Hadfi, és a Hadfitől érdeklődik a úgymond a testvérbátyja után a lány, aki nyilvánvalóan a szerelme, és aki még nem jött vissza, és lehet, hogy nem is fog visszajönni. Arany Jánosnak a versei az 50-es, 60-as években, és a 70-es évek őszikéi is tartalmazzák ugyanazt a kemény világlátást, ami akár a legkorszerűbb francia költészetben, ugye Pilinszkinek ambíciója volt, hogy kigyűjteni Baudelaire-t aranyból, mármint hogy kiveszi azokat a képeket, ami ugyanolyan kemények, tárgyszerűek, merészek, mint Baudelaire, egyébként kortársak voltak. Aztán sajnos nem csinálta meg, de igazából tényleg benne van. Tehát, hogy ez az idill mögött éppen a tárgyszerű versbeszéddel ott van egy teljesen korszerű költészet. Arany előszeretettel írt át mások verseit. Ön szerint mit szólt volna, hogyha az ön versét elolvasta volna? Biztos tett volna valami fanyar megjegyzést, de hogy nem sértődött volna meg, hiszen ő is tett ilyet. Remélem egyszer-egyszer nevetett volna. És esetleg egy vállon veregett, hogy jól van, fiam, nincs nagy baj veled. Hát valami ilyesmibe bízom. Mi ezeket az átíratokat nem azért írtuk, hogy megbántsuk vagy bosszantsuk ezeket a nagy mestereket, hanem sokkal inkább, hogy tanuljunk tőlük. Aranytól sokat lehet tanulni abban, ahogy a vers nyelvet használja, ahogy a formát használja, ahogy a beszédet használja, ahogy a dolgokhoz viszonyul, és ahogy élni tud.